Nézzük mindenkit, itt újra Warframe. És mai napon Vipszel és az új fegyverekkel fogok foglalkozni. És hát az event, ez még több mint 8 napig itt eltartogat, úgyhogy van ideje mindenkinek megcsinálni. Boss fight meg ugye az ott marad. Benne a játékban, jól tudom. És akkor nézzük a Lotus gifteket, azt kimaradtak. És legalább húzom a karaktert. Full mini Spectra Vandal. Tehát full minunk. Ugye, hát ilyen, hát se státus, se crit chance rá igazából képíteni. Úgyhogy itt damage lesz itt a fő cél, minden jobban tudjon damage-en a fegyben, meg látszik is. Alapjáraton elektriket tartom, az 400-at, úgyhogy elég ütős fegyet be lehet belőle kialakítani. Annak én se státus, se crit chance. És a Spectra Vandal, hát nem tűnik rossznak, de viszont a státusz az nem fog kijönni rajta. Ezt elnéztem. No. Azt mondja, hogy Survivor Infestation. You must provide cover, a lone Tenno operative. Set off the alarms and keep the infested busy. I remember these monsters from long ago. A steady stream of toxic spores is being released into the area. Hold on, emergency life support is inbound. Huh. I've delivered a life capsule to the area. Activating it will buy you more time. Go on the offensive. Azt mondja, hogy Vitali mód. Mód status chance. Vitali mód. Melyik a Vitali mód? Jaha, ott mutatja. Ha? Játszottak most a izédik olyan? Sok vitalér ez. Aha, ez az élettöltő.
Aha. Aha. Ez nagyon állat. Ez nagyon... Ó, ez defend akkor a tűr. De aranyos. Ha. Ez nagyon cuki. Hello. Hát igen, most ott a mai nap során csak a VIP-szel fogok foglalkozni, az új fegyvereket építgetem. Megcsinálom a Lotus Gips, az kimaradt nekem, aztán azt csinálom közben. Azt nézem, hogy az egyes képesség a zseniális. Magad és mi van most? Mit tölt ez ennyit? Meg hat a játék? Hát mely a stream? És ez mi van most? Meghalt a játék. Meghalódik a játék, emberek. És ez micsoda? Bebugzottam. Az nagyon jó. Kösz játék. Itt tölt, a stream az megy. Tehát beszélek is közben, szóval... Tehát ennyi kezd. Lenyomtam az escape-et és meg van halózva a játék. Nagyon jó. A stream megy rendesen. Nem van. Nem tudnék streamelni. Bazd meg. Kurva jó. Nem tudok én is el. Tudok én a chatbe. De... Tudok írni a chatbe, de nem tudom elküldeni. Közben azért... De nem tudom elküldeni az üzenetet. Bele tudok írni a chatbe, de nem tudom elküldeni. Igen, ott írtam a chatbe, hogy I'm bugged. Közben ütnek is. Szóval... Nem tudom elküldeni, ott tudok írni is. Vagy a halvány ott lehet látni, hogy írtam egy sort, és az elküldés nem reagál semmi. Nem tudom elküldeni, ez kurva ez lehet. Hát... Ezt tudok írni, ott írogatok, de hát nem engedi elküld. Hát ez faszalat, a tanap ugye elszáll a chat. Úgyhogy ez marra faszal az egész itt. Hát jó, csak érted, hát most én nem akarom megszívatni a csapatot, próbálok majd megoldást találni. És miattam ne legyen host migration. Ha nem tudom, addig kell bennmaradni. De azt se látom most. Please wait, basszus, hát... De meddig? Jajom! Előbb kérdezik, hogy hogyan tudom, hogyan lehet, hogyan szereztem meg olyan gyorsan a izét. Az új karaktert adnom azért, mert partner vagyok, utána meg leírtam nekik, hogyan tudják megszerezni. Most meg bevágzódtam. Na?
Hello. Jelenleg be vagyok bugzódva. Hát. Na jó, skacok, mindjárt jövök, nem tudok mit csinálni. Kezd. Alt F4. Kezd. Meghalt a játék. Ke. Újra. De. Nem tudtam mit sem, nem tudtam megoldani. Most. De nem tudják ő is, hogy mi a fasz van, hogy miért léptem ki. Mert nem tudtam elküldeni a chatba üzenetet sem. Akartam küldeni, hogy sorry all I'm bugged. De hát nem tudtam elküldeni üzenetet. Faszom. Tehát a chat halódott. Itt tudom mi volt, a boss is kicsit belekapaszkodott a beton alá. Úgyhogy vannak érdekességek most. Na, töccse, nem élek én rájára. Az igen! Azt láttátok azt a fehér kockából sárga pontot? Ez kemény. Ez kemény. Egy buksi volt ott. Na hát pont a végére beértem. Life support has been punished. Szóval a Vitality Resolve az nagyon egy tuti dolog. Tisztítotti az életet. Életben másodperc 39. Kisvirág. Kis virágocska. 6 virágot tudok berakni. Csak akkor virágokból tölti vissza az életet. Igen. Ugye van a... Az egyes fej, igen. Valahogy mint az én a Wobbennél váltogatod a képességet. A Vitality mód, van a Hust mód, Speed mód, például gyorsabb lesz 25%-kal, és a Fire Rate-nek 39%-kal növekszik. Sok mód, Status Chance-et ad. Szóval ez meg ilyen támadó mód. Szóval ez tök jó. Fasza nagyon. Ez egy olyan karakter, amit tényleg foglalkoztak és... De zseniális. Az egyes képessége az bemész egy Defendre, körülbe akarod a virágokat. Tehát ez fantasztikus. Az egyes képesség az fantasztikus egy Defender például. Túlterhet a kódolás OBS szerint, de ez hülye. Már nem tudom milyen módba rakjam már. Bugos az OBS is. Ez mi ez most? Nem, nincs a cookie-val nem játszunk most már. Akkor van itt nekünk egy mobile és defense. Ja. Tesztelgetjük a többit is. Csak ez az életöt és ez... Hidrinnél én nem... Hidrinten úgy építettem meg, hogy nincsenek képességei. Csak a kettes nyomogatom.
Hildint azt ilyen full tank állapotba raktam át. Hildin, csak a kettes nyomogatom. This will only get more difficult. Get to a terminal and prepare for enemy assistance. Hát nem, ez élettöltős. A Hildirin a kettese vizét tovább tudni Gold a Shield-et. Kicsit több Shield-et csinálsz magadra. Magadnak. Akkor többféle virágot tudok csinálni? De jó! Nagyon szép és látványos karakter és hatásos. Ha-h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 a
hogyha a virág csapdosta meg. Nem kell segíteni. Elhagyok én. Virágultat, én csináltam ide. Ez az annyira aranyos, nem? Nagyon cuki. És a maga karakternek a mozgása az a Yazivov-nak a Wraith karaktere. Onnan vették át, gondolom. Aki játszott az Ivo nevű játékhoz, ismerte a Wraith, a Lydiard nevű karaktert. Az a mozgás, az totális az övé. Meg ez a képesség is. Ez a Diko is a Ivo-ból lett átvéve. Ami nem baj. Mert az Ivo egy szarjáték lett. Utána a készítők elbaszták. Csinálunk, hogy milyen virágot is ide. Összesen 6 virágot tudok lerakni. Jelenlegi állapotomban. Ez nagyon aranyos. Tehát a... De konkrétan a Bobente is lehet felejteni. Csoda, kimaxoltak a pucsitást. De ez valami eszméletlenül király és látványos. Én szerelmes vagyok ebből a karakterről. Ez zseniális. Konkrétan a Wobbent azt ki is dobhatjuk a picsába, mert... Ez a karakter, ez minden egyben. Támogató karakter, defend karakter, támadó karakter, ebben minden menne van, ami egy jó karakterhez kell. Mondjuk önmagát nem tudom mennyire tudja. Önmagát nem tudom mennyire tudja megvédeni egy absorption küldetésben. Azt teszik majd, ezt rendesen építve. Úgy lehetne itt is a 4-esre mondjuk építeni. Lehetne kétfajta buildet csinálni mondjuk. Tehát ez elég... Hát, egy 20 energiával is tudja használni. Hát ez zseniális. Amennyi energia van, annyit használ el. Nincs megadva, hogy mit tudom, ez 100 energiától
kezdődik. Lehúzom most. Mondjuk. Szóval te csinálja is. Hát ez aranyos. Annyira cuki. Jó, amikor az a 7 energiát nem lehet aktiválni. A 10-20 energiával működik a 4-es. Fantasztikus. Ja. Ó, Spectra Wanda ki van maxolva. És a Spectra Wandánál nem tudom, hogy hogyan lehetne előcsolni a 100%-os státuszt. Van egy kis azért gebasz a státusz előhozatalnál. Azt mondja, hogy... most vegyük ki egy kicsit. 95%. Ez a baj a stunning speeddel is. Na, no, nincs meg 100%-os a státusz, az a baj. Na mindegy, a későbbiek folyamán, de előbb-utóbb minden modból lesz Prime. Aha, igen, igen, itt a múlt is ott nem befolyásolja a státuszt. Ez csak státus. Itt, hoppa, van Spectra modom. Van Spectra Evenem? Nem már. Ne basszod már meg. Van Spectra Evenem. És nem dobtam ki. Ja, mindenben volt. Menj már. De nem is tudtam, van Spectra Evenem. Jó ideje nem dobáltam ki a izéket, a fölösleges dolgokat. Ha 89 000 izém. Van. Úgyhogy nem is elkezdem kuhat farmolni. Nem. Nekem azt kell, hogy a státusz kijöjjön. Hát igen, igen, lehet, hogy nem rossz. Igen, csak... Basszus, hogy ezt... Lehet, hogy hagyjuk a picsával a státuszt.
Adjuk a picsába lehet, hogy a státuszt, és akkor lépjük damage-re. Hát ez tényleg nem rossz. Ja, az a kimaxolt értéket mutatja majd, ha. De az a baj, hogy nem lesz meg így a státusz. Státusz chance kell nekem. A 139%-os punctú. Error, not a number. Did the operator enjoy this criticism? Nem tudom, hogy mennyi befolyásol. Nem tudom, mennyi befolyásol az a pár százalék, de én szeretem a kerekaperec. Na. Szeretem, ha valami 100%-om van. Ez csak az én hülyeségem, de... Tehát most 95% esélye, hogy megtörténik valami, akkor nem biztos, hogy meg fog történni. Ha 100%, akkor 100%. Akkor... Szóval... Itt van még izé status chance. Csak hát hova rakom már? Szóval fejem búbjára. Tehát ez egy nagyon király, érted? Fasza. Meg sokkal nagyobb damage-et fog tudni leadni. És az a baj, hogy nem merem elpörgetni sem. Ja, közben nem ezért formáztam, de egy fasz vagyok. Azt formázom le, amit mindenféleképpen fogok használni, mindenféleképpen bemarad, helyet cserélünk, és akkor tovább növeljük a dolgot, frostbite-a, ez egy ilyen belesztes karakter, és ilyen sebzés lesz. Másik az még csak 22-es. Forma blueprintem van, ezt nem is néztem. Jó, van még formám. Hova svinítottam, ezt nem kaptam. Dobta valakinek a szindikátus támadása. Nincs forma blueprintem. Na. Kevi. Fúrás. Mert a fúrás nagyon is körbe akad a fúrót, a kis virágokkal, hát tudod ki fogod a közelé ölni. És gondolod, hogy bemegy négy ilyen kari bemegy, mindenki épít 6 virágot, vonjátok el, már csak egy kanna víz kell hozzá, hogy locsolgassák őket. Hello, Sylvie. Az látnak, hát amikor kocsolsz. Szóval itt a fúrónak a megvédés, ez fantasztikus. Virágültetvény.
tehát nem hiába lány karakter. Keep it powered and protected from enemy fire. Korára mire? Mire kora? Korát is, korás rossz karakter, kedvelem a korát is. Ó, de aranyos! Na, tessék, be van véd a fúró. Artifact has been located. Proceed to the dig site. Az a Spectra amúgy elég egész jó. Alapjátom 86 lő egyszerre, és amíg mellette még 360 lőszerre. Ez a Honda látszott, ez tényleg jó. Tehát én nem tudok rosszat mondani az egyik fegyverős, mert most bejött. Axiónál kijön a státusz. Amikor Spectrát akkor megpróbálok, hogy csak damage-re építeni. És forgattam az Airy-ben. A Cool Survivor azért mentem be, mert a szomalkorokat keresgéltem. Úgy lett most egy csomó izém. Kubám. De be kéne menni ma oda is. Pedig nekem mindig tetszik. Fúrnunk a... Fasza nagyon. Hát ez zseniális. Zseniális. Kellett már egy faszra elsődleges fegyver. Hát ez több mint fasza. A Soma Prime-ot dobjátok ki a picsába. Aki eddig használta még a Soma Prime-ot, még ragaszkodott hozzá, az ezentúl nem fog. Az lesz nekem is, hogy képítem, basszus, arról kódul. A félautomata az ilyen ammo sporolós verzió. Tehát akkor is faszomat, akkor hát itt mind az Isten faszom. Nem mehetünk tovább. Vigyük a következőt, és viszünk magunkba a izét, tuci. Nem, nincs végtelen amúja. Szerintem, gyerek nézem, csak lerakom azt a izét. Hát és fúrom van, hát akkor ledobhatom. Nincs fék. De! Ne! Ez tényleg baszki! Azt a rohadt életbe! Passz meg, ez fantasztikus. Fantasztikus. Agyon csapom a D-seket, ezt lennék nerfelni bennem. Ez is olyan. Kamehame! Na ebből a fejből szeretnék ezért Prime fegyvert, azonnal nyomva a Prime Access, bazd meg. Kibasztott jó. Kibasztott jó. Na mert ezek sok jóval próbálják majd ezért leplezni majd ezért a Wukong nerfet majd. Így van.
Igen, a Prime verziót. Na most. Na, nincs energiám több. Ja, meg ott hagytam a többit. Tehát ez is a Spectre van, és hát nézd meg, hát faszom, 80 album a tárban is van, 332 mély plusz benne, szóval te ennél jobbat nem is akarsz egy pisztolytól. Meg alapjától a Spectre, nekem nem tetszett a kis Spectre. Te ezt tetszik. The scanner has picked up a target. Go dig site. So, the Parpus are just a cult, worshipping money. Egy kicsit alapot. 18 energia aktiváltam a 4-es, na? Szóval most bejön oda a Prime Streamline, az még OP-vá fogja tenni a karaktereket. Most már be kell, hogy jöjjön valami használható új Prime mod is. Na, van másik pips is. Az egyes igazából, hát Defendre mondjuk. Talaksz 3 illős virágot, meg 3 támadó virágot, és meg van oldva az egész. Ez egy olyan karakter a full min, amit nem szégyen megvenni platra, mert kibazott túl jó. De amúgy lazán ki lehet farmolni. Semmi ízé extra nincs farmolásán. Hát persze, Kárpatból csak aki nagyon-nagyon türelmetlen, annak se pazarlás, mert egy jó karakterre költi. De simán kidobja a boss. Egy nap alatt ki lehet farmolni a bossból. Na itt a defense. Föld defense, de nem fogom tudni őket sajnálni most. Szegény földiek. Hello Piluszka, mi újság? Az este majd lesz arcom. Most nem tudom, még ilyen fényesség van itt a szobában, nem tudok most egy zöld hátteret csinálni. Hát akkor építünk virágokat. Léptek virágokat, plusz rakom a turretet. Hát milyen védelem már, baszki?
Ja, come on, a shieldelős drónt, és olyan odabaszós defend van itt, hogy... Fantasztikus. Na, a Hexanonnál, ugye Discord raktam ki egy képet, akira ki is nevetett, hogy ha lehet, ha ilyen fúród, ilyen bolygófúród, akkor tudod fúrni a bolygót a Hexanonért. Szóval ez egy új alapanyag lett a játékban, a Hexanon. Nem csak most az eventből, hanem ez a bolygónak az új alapanyaga lett. Megnézed a bolygót, ott kimutatja, hogy ez Hexanon. Úgy, mint Rubedo, mit tudom én, ott van, hogy Hexanon. Szóval a bolygó furókat, akinek van, az szépen rá kell állítani minden nap. És akkor valami eséllyel ugye lehet farmolni ki az Hexanon. Igen, ez így van. Ez így a legegyszerűbb mondani, hogy igazából bármelyik Hello Neofto, ez hello. Szép napot mindenkinek, szép hétvégét. Az utolsó hétvégi napra. Ha ezt végigcsináltok az eventet boosterral, akkor igazából ott is egy rakatot lehet farmolni ki. Duration. Nem is kell távolságra, jól tudom. De a drény az lehet a távolság. Nem, a drény az energiafogyasztás, bocsánat. Radiusz, aha, ez egy távolság kell. Egy távolság kell vele. Igen, a 2-3-ashoz ilyeshez távolság. Konkrétan leültek a pod tetejére, mert be van védve a pod. Annyi a decoyt az közéjük kell dobni, hogy észrevegyék. Egy kattintás a Discord, kellett főfen, itt van a fő oldalon. Itt van az a rólam részből, ott vannak a linkek, hol vagyok megtalálható. Igen, ezt ma vettem észre, és hogy a Discord raktam ki egy Prince-ként, hogy ott van, mint új alapanyag. Miért? Rosszabb vagy jobb? Rosszabb vagy jobb? Azt írd meg, hogy egy szíves állítottam, igen. De rosszabb vagy jobb? De miért? Miért rosszabb? Nagy, de akkor visszaállítom, hogy... Most így tesztelgetem akkor ezt a... Hogy is lett a kép? Aha. Jó, akkor visszaállítom. Majd kivakadtam próbálni, hogy így milyen a stream.
Csak így nem pofázik az OBS a túti helyet a része a dolog. Megnézem már meg, nagy baj. Aha. Igen, a minőség az rosszabb, hát igen. Igen. Köszönöm, hogy szóltál. Hát visszaállítom majd most. Most már nem variálom, nem szakítom meg a streamer. Faszt. Nem variálok át a streamen. Csak ki akartam próbálni, ez milyen. Mert így akkor nem a videókártya van terhelve. Vagy annyira nincs terhelve. Na. 720 meg azért van, mert többek panaszkodtak, hogy nem bírják nézni a 1080-at. Szóval 720 az direkt van. Sokkal kéző úgy streamelnek, hogy 720-ba. Visszaállítom akkor. Hát itt nem volt minőségbe a állítás, itt csak ilyen lassú, gyors, leggyorsabb variációk voltak. Csak így nem pofázik nekem az OBS, hogy túlterhelt, szóval. Közben meg nem tudom állítani, szerintem, hogy tudom. Át tudom állítani a stream közben, is jött. Ott a quality-re volt rakva. Nem tudom, hogy változik közben a stream majd. Jaj, autóm lehet. Nagyon szépen köszönöm. Én tolom mindig, hogy tolom majd. Ahogy csak tudom. Nagyon szépen köszönöm. Én mindig tudom, amikor tudom, csak tudjátok, hogy hétköznapok azok gázabbak lesznek, mert... Nem tudom, most így a héten megúsztam 8 órában a munkát. Tehát nem tudom, hogy jövőtem, hogy fog alakulni. Mert van egy-két hülyeség most a munkahelyen, emberhiány a praktikán részről, meg a logisztikus részről is. Tehát a logisztikus részről gondolját, úgy képzeljétek, hogy én vagyok meg a főnök a Mester utcai praktikára, és így zsupsz, így ennyi. És konkrétan én dolgozok szinte minden osztályon. Vagy ha én vagyok osz, vagy osztályok, a többi osztály nincs a logisztikus, ha a diákok nem jönnek segíteni, szóval. Szóval a hétköznapjaim, mert elég szívásak, mert azon nem érek. Utána meg azon fárazom, hogy ne legyek annyira fáradt, hogy tudjak streamelni. Tehát ebben a hónapban úgy képzeljétek el, hogy több mint 185 órán van munkaidőben. Jövő héten jön a nagyfőnök, aztán átbeszéljük a pénzt, meg jó lenne most átbeszélni a szabadidőmet is, mert azért 5 nap és 2 hétvége az úgy kevés. Úgyhogy egy héttel ezelőtt 5 napot 12 óráztam, előtte meg 4 napot 12 óráztam. Most azért jó lenne most valami szabadságot is kitalálni, ha én maradok egyedül logisztikus.
Ez is csak itt áll. Mit tudunk tudás csinálni? Van miért bújja pont, mint az állat, és föld, de fent van csak. Konkrétan semmi nem tudunk. Fenny. Tőle lesz az új kedvencem. Szerintem mindenkinek a szívéhez nőtt most ez a karakter. Nem tudok rosszat mondani rá. Megmerem kockáztatni, ő a legigényesebb karakter a játékban. Jó, nem biztos, hogy halhatatlan. Mert az egy Abruation-ban azért be fogom vinni, egy Abruation Survivor-be. Hogy ott hogyan tud életben maradni. A minél jobb szintekre majd be fogom szépen vinni. Meglátjuk, hogyan tudja megállni a helyét. Mert az a kis cucc, az közbe hílel engem. Itt az a piros, de ki is írja, hogy melyikre vált a szát. Az egyik világot akkor lecserélni. És itt forog melletted. Látom, hogy három fajta forog körülöttem. Mind a három fajtával lerakom most. De elvileg akkor, ha én megyek, akkor is zúzza őket. Mert az még jó. Úgy még OP-b akkor. Nem tudok el mit, de azt kipróbálom majd. Tehát konkrétan abból bent azt el lehet felejteni. Írjották ott azt leszínbe is, hogy Woben rework. Minek? Woben el lehet felejteni. Ja, igen, arra akartam kiukadni most, hogy rajtam van-e a buff. Rajtam van, baszki. Igen. Rajtam van a sok buff. Arra akartam kiukadni, hogy... Hát akkor... Felejtsetek le a Woben, soha többet játszottak a Woben. Basszus, ez minden, ez mindent tud, mint a Woben. És nem, ez így minden helyen meg tudja állni a helyét konkrétan. Nem tudom ezt hogyan rakták össze, de ez zseniális. Konkrétan egy evolvos karakter föltuningóval Warframe style-al, és kibazottul durva. Na igen, az MR miatt. Jó, igen, igazatok van. Na. Jó, igen. Na, én nem gondoltam. Az MR miatt, igen. Na, tehát szóval ez fantasztikus. Na, azért a pattanás már rajta van. Növekszülött a kis pati. Meg kell róla szedni, mert elcsúnyítja a szegény karakter. Oké. Okay. Oh, nézzétek csak! Ja, nem vagyok még max volt. Ja, nem vagyok max volt. Mind a kacsak a kelemes misszión. Ja, igaz. Csak úgy értem, hogy használatra. Tudjátok, hogy értettem. Na. A traumától függetlenül mások szeretik. Csak azt mutattam meg, hogy tényleg úgy működik, úgy is működik, mint egy Woben. Woben is rárakja, hogy a másik társára azért az elektromossal, és akkor viszi magával, tudjátok, az elektromos pötyit. Yeah.
Jó. So, Tano, you up for a little job on the side? Also. Özön, menjen már a darvó lencsét is hoz már. Mondjad? Majd. Ha a darvó a lencsét is itt mutatja. Az egy iszonyatosan jó dolog, baszki, hogy a lencséket is üzéli. Akciózza a darvó. Már a darvóhoz ezen túl vissza lehet, be lehet kukkantani. Igen, interesting, igen, az értem, mert interesting az a... Kell nekem izé, clan blueprint. Szóval az a darvóhoz minden lencséből, az tök jó. Nem? És unurály volt, de most arra mondhat volna, akkor vettem volna. Na nem mindegy, hogy 40 vagy csak 24. Mit tesz ez valami fantasztikus? Igen, kibődeltem. Na szemmel raktam is föl még egyszer izét is ide. Itt van a Discordon a ez a build. Itt van Discordon a WoW-szerzsek a buildje. Ha érdekel volna. És az muzőke. Hey, don't forget about this capsule, eh? You should think about finding a capsule. Na, lerágták rólam a izét. Lényeket. Követik. Na, most hagyom, hogy egyet.
about finding a captain. Hm? Attack spirit is ad. Jaj, nem akartam megnyomni még mindig. Attack spirit is ad, ami az a zöldes képesség az egyesnél, az azt csinálja, mint a voltnak a kettesen. Konkrétan a volt kettese is fő van oldva. Moben volt két karakternek a képességei bele van építve. Ipszbe. Igen, hogy a... Igen, a támogat az egyik virággal meg támogat. Jaj. Mi a helyzet? És távolság mi kell rá? Deal time. You entertain some half-price life support? Just kidding. Here comes another. 15 egyszerre ki. Oh yeah. Ezt se értem úgy, hogy miért nem hagyják új a karaktert, ha egyszer jól működik. Ennél is lehet nerfel idő után.
Hát túl jól működött. Hát basszus, az elemék meg nem nerfődnek soha. És hogy mindig csak a karakterek nerfődnek. Az elemi az mindig erősebb lesz. Úgyhogy itt hol az igazság akkor? Az elem ez mindig buffol. Három szint, Fulminak kettő. Spectra Vandának meg 15. Igen, a Wukongnál láttam, hogy szinte az összes képességénél változtatás lesz, és a defi az eltűnik teljesen, amit nagyon félek. Igen, csak a defiéját mit fogna betenni? Hát a Wukong nem lesz halhatatlan valamelyik képességével, akkor kitöltöm a picsába, hogy megértem a D-seknek. Na jó, csak érted, a Wukong a majom király, érted? Filmekbe is, a LOL-ba is, egy majom, de hogy majom klón, szóval baromság az egész. Hát ott a Mirage, ami tudja magát klónozni. Mi nem a Mirage-nek a képességét buffolják meg egy kicsit. Mint a Mirage-nek kéne az egyes képességet, a klónját úgy megcsinálni, hogy sokkal tovább tartson egy kicsit. Hát hiába pakol bele duration-t, igazából nem sokáig tart Mirage-nek a kis tükrözése, klónozása. És egy majom karakternek klónt adni, furja az egész. Mert Sarin is le tud rakni kis klónt, és igen. Tehát baromság. Mondjuk az egyes az teljesen nonsense volt a Wukongnál. Senki nem használta. Csak fura akkor is az egész. Igen. De ez amikor már nem tudnak nagyon mit csinálni. Hát mindig kíváncsi leszek rá. Hogy mit lesz a Wukongból.
connection has been compromised. Igen, a régen a Loki-nál az egyik masternél volt egy ilyen trükk, hogy átdobta a mások oldalra a Loki a klónját, és rá tudott teleportálni. De azt ugye már kiszedték már nagyon régóta. Nem tudom, melyik masteri volt hirtelen az. Hát akkor... Hát remélem, ha bántják a vipszet, akkor nem fogják annyira bántani. Bántsák annyira, mint az embert bántották, mert az embernél se látszik meg annyira a piszkálás. Gratulálok! Gratulálok, bazmunk! Melyik volt az? Kis mutatja. Nem is mutatja, bazd meg. Hát bazd meg. Nem tud valaki van egy 5-kort végig csinálni, az már eléggé utána van. Hú is vandálkodik valahol. Lulu, vaya Lulu, ya Lulu, ah, kas, kasi, Lulu pop, aku kapa diet, apa gear jam ni? Cik asa boleh, host migration ni ada untuk tata viraga imut, kecil. Nem ezt akartam. Mindegy. Csak az a faszal rám gondol. Ugye eltörő itt mindent. Take a look inside.
With honor. For the Lotus. Can't you many for Bamba for the Lotus? Duma. Hogy Lotus meg tudjuk-e menteni valamilyen formában vagy sem. Hogy meg kell, hogy jöjjük majd Lotus-t. Nagy közben. New War nevű közben majd. Akkor utána, ha meghalna a Lotus, akkor érdekes lenne azt mondani, hogy Ford Lotus. Akkor nincs már ki, akkor csapogunk ki a harcolommal. A csapattársakért. Mi van? Menj már! Ezt láttátok? Elmegy arra, menjünk még a kettes, akkor oda teleportál. Menj már! Nagyon komoly. Hát ez nagyon komoly. Hát ez zseniális. Jó, virágra is. Hát ez nagyon aranyos. Na, új stílus visszaszámláló. Látványos már. Keep fighting. Another opportunity to attack will appear soon.
Aha. Aha. Igen. Köszi. Na. Aranyos. Aha. Ha megjelenik a karika, akkor... Zseniális. Na. Plusz élet. Csak a virág. The rebel has been cracked open. Finish your mission to find out what's inside. Deploying sentry gun. Stand by. Egy olcsó játék. Zseniális. Hagyom át. Vannak az elszállt. Figyeld már, de elszállt. Olyat kapott, hogy elszállt. Ez szép. Megöltek a virágomat. Szemét virággyilkosok. Ezek picik tiszteletesek, jó, hogy ezért megalázzuk itt őket. De ezek még a kutyámat sem tudják megölni.
konkrétan most jövök rá, hogy ez a karakter mire hasonlít. De ez a Vips konkrétan a Warframe szimmetrája. De Overwatch, vágjátok Overwatch-ba a szimmetrát. Van a teleportja. Meg vannak a turretei. Hát ugyanazt csinálja szinte a Vips. Oh. Akkor én Vips fan leszek. Ez a Warframe szimmetrája. Csak nincsen utána, nincs a meccs végén play of the game. Ugye a Hildrin egy másik Overwatch karakterhez hasonlította valaki egyszer. Nem, már még keddenként szoktam játszani. Van, nem tudom, majd 60-70 órán van a szimmetrában. 3 prestízses vagyok az Overwatch-ba is. Az egyetlen shooter, amivel játszom. Meg amit jelentőztetni. Amúgy ilyen. Megakadt a falba. Úgy. Ciki. Retina pusztítás, az. Az ebbennél is az volt, akkor bejött még a Necrosz is a izével. A lelkeivel. Nem tudtad már hova lőjé, mert az egész egy izé. Retina pusztító diszkó volt. Aranyos, nem? Nekem tetszik ez az új stílus. Látványos. Emelték a Warframe marketingját. Konkrétan. Continue to defend.
Ben vagyok még, de fönnöm. A Lotus Gips megcsináltam ma. Oh, where's the screen? Micsoda navigációna is lehet. Ja. Hát igen, csak jó, na most már ezért is megcsinálnák a chatet rendesen. Meg hogy... hogy bármikor nincs tele a squad, akkor bármikor lehessen beírni valakit. Nem mindig izé... aztán nem lehet behívni, mert sokszor ugye valaki kilép, és akkor utána nem lehet már behívni. Más már azért aktív a meccs. Minél lehetne, ha fom férőhely szóval. Na, 15-nél kimegyek, mert tudjam formázni a vipszet. Láttam, hogy itt vagy. Transference still holding. Thank you.
No. Oh, can we get through it? Jaj. Ide. Sentry gun entering the field. Ha? Mi az egy? Cica. Hát ez... A cica az mindig bevágzódik ott. Hiéka. Azt szeret a lépcsőből vágzódni. Ne! Hoppa! Mi fekszik itt? Na, no, kutyi. Na, megvan. Te, kicsi most. Jó. Na, kutyi kapd el.
A bagos kutya. Most nem minden, most nem meghalt, most nem menjen oda. Istenem. Kutyának az intelligenciát, meg amúgy mindegyik állatok az intelligenciát, kicsit növelni kéne. Kicsit dolgozhatnak kicsit önállapban is. Azt tudja, hogy hol vannak. Ki írja, hogy mennyi dukat? Figyeljétek már. Az se semmi azért, hogy mennyi dukatot ér. Jó. Én exitelek. Formázgatni most már. De ti ma így. Lássuk. Azt mondja, hogy... ezt az óra formát. Ha, ez ennyi volt. Jó. Nos, akkor mi az, ami kell nekünk? Ugye rakjuk be, hogy jobban életben maradjunk. És akkor ide kell egy távolság. És hát nem tudom, mi kell még ide. Így kitaláljuk, hogy mi kell még ide. Buff duration. Igen. Duration. Aztán duration. Ja, duration lesz még ide elvileg. Ja, még egy duration belepakol majd. Most akkor full min. Combo forma. Jó, és akkor ide tudunk rakni. Az igen, 11-eset üt már a fót, mint. Az szép. Azt azért az durva. 11 ezeret. Az azért nem semmi. Operator, Ordis wonders, what are you thinking about?
Ide mi nem tudunk rakni. Kutyi hogy áll? Megsimézzük egy kicsit. Show defense. Kettő. Na. Menjen még. Has been compromised. Defend the cargo until reinforcements arrive. Corpus have tech weapons. We'll need to be careful. Okay. There are void fissures in the area. Use these to crack open a relic. No. You're near a fissure. Hello Erwin, köszi, köszi, köszi. Töltős. Ja, ez a Phil Prime-a. Ah, de hagyja azt a tornádot szerintem. Jegyhít. 11-es részére lövéssel. Itt benne. Itt nincsen senki benne.
None. Hop. That's it. You opened the relic. Finish your mission and we'll take a look inside. Attack us, and we will counter. Menj már, vagy... Mutatja a pályán is, hogy leraktam. De jó. Egyesbe lerakok, mutatja a pályán a jelet. Tök jó. Tele van érdekessége ez a karakter. Aztán kilépek, meg kell mennem. Ez micsoda? Láttátok? Azért a Arcing fegyvernek a hologramja volt először. Van a blueprint. Ez kell most. Kifogytam belőle. Ki kell, hogy menjek, mert le kell mennem. Úgyhogy
később majd folytköv. Később folytköv skatok. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, hogy itt volt. Írjatok, és akkor később folytatjuk, jó? Hellóztok!